Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió csütörtöki műsorát látják. Ahogyan azt megszokhatták, ha csütörtök, akkor közéleti magazinunk jelentkezik a térségünk híreivel. Előtte pedig a már jól megszokott napi aktuál rovatunkat láthatják a legfrissebb információkkal. Ne felejtsék, a tájékozottság mindenkinek érték. Már is kezdünk, ne menjenek túl messzire! A szomszédunkban háború zajlik. A biztonságunkat fenyegető kihívással eltökélten és egységesen kell szembeszállnunk. Így tettünk a koronavírus és az azzal járó gazdasági válság idején is. Ma erősebbek vagyunk, mint korábban. A szövetségeseinkkel közösen képesek vagyunk megőrizni a biztonságunkat. Meg kell védenünk a magyar gazdaságot is. Fékeznünk kell az energiaárak emelkedését. Ne mi magyarok fizessük meg a háború árát. Történelmünkből túl jól ismerjük a háború következményeit, ezért nem sodródhatunk bele egy fegyveres konfliktusba. Ebből a háborúból ki kell maradnunk. De segítenünk kell azoknak a magyaroknak és ukránoknak, akik otthonukat hátrahagyva a háború elől menekülnek. Az elmúlt napokban egy emberként mozdult meg az ország, és segített a bajba jutottakon. Mindenkinek köszönöm. Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A Szentes Televízió napi aktuál rovatát látják a tartalomból. A Lili Báró nő című operettet láthatta a közönség a Tóth József Színház is Vigadóban. Dr. Gyovai Gabriella szülésznőgyógyász szakorvos Változó könyv címmel adott ki egy új kötetet. Jöjjenek a részletek! A Szentesi Tóth József Színház is Vigadó újabb népszerű előadást hozott a szentesi operett kedvelőknek. Huszka Jenő és Marton Ferenc Lili Bárónő operettjét mutatta be a Pesti Művészi Színház. A fordulatokkal és humoros jelenetekkel, fülbe mászó operettslágerekkel teletűzdelt előadáson a közönség a tetszését többszörös vastapssal fejezte ki. Közben olyan ismert slágerek hangzanak el, mint az Egy kis cigaretta, a Tündér királynő Légy a párom, vagy a Gyere csókolj meg Tubicám. Lecsúszott nemes valóban ugye elszegényedik, és kénytelen eladni a birtokot, és én vagyok az, aki megvásárolom a birtokot az én lányomnak. Már éppen készül távozni a házból ez a fiatal gróf, és akkor én megpillantom, amikor tesz-vesz a dolgai között, egy komornyik ruhának a felső részét tartja a kezében. Én abban a pillanatban félreértem a helyzetet, és azt mondom, hogy te maradj itt mellettem, és szükségem lesz rád, amikor belakom ezt a grófi kastélyt. És onnan kezdődik a bonyodalom, természetesen. Ő belemegy a játékba, az utolsó pillanatig nem árulja el a kilétét, de a szerelmi szál tovább fonódik, még belekerülnek különböző komikus fordulatok,
két illésházi grófnő, aki szintén igényt nyújt be a birtok iránt, és aztán ebből is egy ilyen valóban komikus szál szövődik, de aztán mindenki megtalálja a boldogságát. Nem az a klasszikus nagy operett, hanem inkább egy ilyen zenés játéknak is felfogható, ahol nagyon-nagyon-nagyon fontos mindegyikben fontos a színészi játék, de ebben a drámai fordulatok megfogalmazása az pont a prózára korlátozódik, és aztán a dalok meg miért vannak a dalok az operettben? Az operettekben a dalok szárnyán fogalmazzuk meg azt, amit már szóban nem tudunk megfogalmazni. És ezért kezdünk el énekelni. És ebből lesznek a szerelmes dalok, ebből lesznek a komikus dalok. Az évek során azt mondták, hogy előregedett az a réteg, aki színházba jár, és az a réteg, aki érzékeny az operettekre. Na most kijelenteni merészelem, mert járjuk az országot, hogy egyre több középkorosztályú és fiatal is becsatlakozik apuka anyuka mellé, és jönnek az előadást nézni, és nagyon-nagyon élvezik. Én a színész mesterséget csak úgy tudom megfogalmazni, hogy ez egy fajta clown, egy bohóc, egy valaki, aki bele tud bújni másnak a bőrébe, és az tud énekelni, kellene tudnia véleményem szerint minden színésznek énekelni, jól mozogni, táncolni, és jó színésznek is lennie, tehát jó prózai képességekkel is megáldottnak. Nem árt lennie. Belebújni más embernek a bőrébe? Belebújni más emberek bőrébe, ez mindenféleképpen, de úgy belebújni más emberek bőrébe, ahogy nem tud más. És megmaradt az értelmi benne. És megmaradok én is benne, tehát magamat mindenféleképpen meg kell fogalmaznom minden darabba. És magamat kell valahogy átalakítanom ahhoz a darabhoz. Én 95 végén álltam életemben először a világot jelentő deszkákon, és akkor egyszerre indult a szinkron színház és televíziózás az életembe. Ezek közül a szinkron az, ami mind a mai napig 27 éven keresztül tulajdonképpen kitartott, az abszolút napi rendszerességgel az elfoglaltságaim része. A színház pedig gyermekkoromban néhány éven keresztül, majd később felnőttként pont a Pesti Művész Színháznál a 2016-os évben adódott újra, és azóta töretlenül az életem része. Nekem a legnehezebb az volt, hogy én a szinkron világából érkeztem felnőttként ide a színházba, és az első alkalom akkor azt mondták, hogy figyelj, nagyon jó, tehát ha csak a hangodat hallgatjuk, az tökéletes, de a test is legyen meg hozzá, mert ugye egy stúdióban nekünk mindenféle nesz nélkül kell csak hanggal előadni bizonyos dolgokat. Itt talán ez jelentett kihívást, de hát aztán bízom benne, hogy sikerült. Itt a Pesti Művész Színházban mi a darabok 99%-át tulajdonképpen klasszikus felállásban, nagy díszlettel, nagy jelmezekkel, úgymond hagyományos rendezésben szoktuk színpadra vinni. Nincsenek benne direkt kiszólások vagy kidomborítások. Ha az ember megtalálja a kapcsolódási pontokat, amik talán a prózában egy fokkal könnyebben észrevehetőek, akkor azok megvannak, de külön hangsúlyt nem helyezünk rá. Én igyekszem mindig az adott feladatban, legyen az színpadon, legyen az szinkronban,
a lehető legtöbbet kihozni magamból, ez az általános cél. Úgyhogy most hú de nagyon eljátszanék egy-egy szerepet, az tulajdonképpen sosem volt az enyém, mert mindig próbálok örülni annak, ami éppen megtalál, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt a Pesti Művész Színházban, főleg az operettekben játszom, egy-két prózában mindössze, de az operettekben tulajdonképpen a krémje ennek a műfajnak megtalált. Én voltam Bóni gróf, játszottam már Zsupán Kálmánt, most itt Frédi lehetek, a Cirkusz Hercegnőbe, ott is én alakítottam a táncos komikus. Szóval el vagyok kényeztetve tulajdonképpen. Én őszintén bízom benne, hogy az operett műfaja az nem csak volt és van, hanem lesz is tulajdonképpen. Az a tapasztalat, hogyha akár az ember egy falunapon jár egy fellépéssel, vagy pedig így egy nagy darabot hozunk el, idősek és fiatalok egyaránt megtalálhatóak a nézőtéren, és különösen nagy öröm nekünk, hogy a fiatalok is nagyon szeretik, jól fogadják, ugyanis valahogy most ez furán hangzik, de az ember persze nem játsszák minden nap a rádiók ezeket a slágereket, de ahogy felcsendül egy dalom, valahogy mindenkinek ismerős lesz. Én például konkrétan tudom, hogy gyermekkoromban nagyszülőkkel ebédnél jó ebédhez szól a nóta, itt találkoztam mind a magyar nótavilággal, meg az operettekkel is, és szerettem meg már akkor is. Most pedig hát az én feladatom, is bízom benne, hogy megszerettessem a fiatalokkal. Drágeim, én tartozom egy vallomással. A mai napon eljegyeztem Illés házi gróftőt. De melyiket? Ki a mennyasszony? Nem ma! Emma! Emmek holna! Változókönyv címmel jelent meg dr. Gyovai Gabriela szülésznő gyógyász szakorvos kötete. A doktornő évek óta tervezte ezt a kiadványt, hiszen rendelésein rendszeresen foglalkozik ezzel a nem csak hölgyeket érintő problémával. A kiadvány érthetően és sok illusztrációval tárja fel a változó kort, az azzal járó tüneteket, okokat és természetesen tanácsokkal látja el az olvasót. Kedves nézőink, megjelent dr. Gyovai Gabriela szülésznőgyógyász szakorvos változó könyv című kiadványa. Erről beszélgetünk most itt a Babilon könyvesházban. Gabi, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi már tudtuk, hogy ez a könyv készülőben van. Hogyan jött az ötlet, miért tartottad fontosnak? Már régóta terveztem. Tehát én igazából nagyon szerettem volna egy ilyen könyvet, mert amikor beszélgetek valakivel, akár a pácienseimmel, akár barátnővel. Szeretek rajzolgatni, hogy ez hogy, mégis hogy történnek a folyamatok, hol avatkozunk be, hogyha nőgyógyászati kezelésekről van szó. Mi történik velünk ugye ott 50 év környékén, vagy előtte, vagy utána. És aztán gondolkoztam, hogy nem biztos, hogy ezek az én rajzaim, hirtelen összeszedett rajzaim elegek lesznek, hogy jól meg lehessen érteni. És utána azon is gondolkoztam, hogy vajon jól lehet-e azt érteni, amit én mondok. És aztán összeszedtem magam, és egy olyan másfél-két év alatt szedtem sorba minden olyan esetet, vagy olyan problémát, ami érintheti a 40 év fölötti nőket és férfiakat, mert ugye férfiakra is kitérek itt a könyvben. Hogyan épül fel maga a könyv? Most nem kérem, hogy természetesen az egyes fejezeteket sorolt fel, de honnan indultál és hova érkeztél? Hát legelőször ugye a fogalmakat kell tisztázni, hogy mi az, hogy menopauza, mi az, hogy perimenopauza, mert ugye szeretünk erről beszélni, hogy klimax, meg ugye menopauza, de az igazi nehéz életszakasz nagyon sok nőnél a megelőző rész is, az ott annyira bizonytalanak a tünetek, de már hozzátartoznak. Amikor orvos kollégát kérdez egy páciens, akkor is, 40 éves vagyok, rosszul alszom, ingerült vagyok. Néha kimarad a menstruáció, de ez nem gyakori. Vajon lehet-e összefüggésben? És ez egy olyan kérdés, amit nem mindenki tud megválaszolni, még a profi egészségügyiek közül sem. Nekem sem volt ez olyan egyszerű, ezeket külön meg kell tanulni, utána kell nézni. És úgy döntöttem, hogy ezt leírom, és megosztom ezt a tudást azzal, aki kíváncsi rá. Tehát prevenció, előzmények, aztán maga a probléma, és aztán erre valamiféle gyógymód, így épül fel a könyv azért? Igen, csak hogy
úgy döntöttem, hogy esetekhez kötöm mindezt. Azért, hogy életközeli legyen, nagyon sokan magukra ismernek egyébként, és tehát egy esetet leírok, utána egy magyarázatot, körülbelül mégis mi történik, és manapság hogyan kezeljük ezeket a dolgokat, és még oda tettem egy olyan fejezetet is, ami a különféle kezelések, vagy a kezelés elmaradásának a rizikóját elemzi. Mert lehet, tényleg nagyon sokan azt gondolják, hogy ha nem szedek semmilyen gyógyszert, nem kezelek magamat, úgy teszek, mintha 20 éves lennék, akkor nem fenyeget semmilyen probléma, és ez nem így van. Ki kell nyitni a szemünket, mert ez máshogy van. A nők sokszor megkapják, hogy na már klimaxolnak, mondják ezt a férfiak, de mint ahogy jelezted, ez bizony nem csak a nők problémája. Ez egyáltalán nem csak a nők problémája, sőt, azt tapasztalom, hogy minél több férfi szerzi meg a feleségétől ezt a könyvet, annál többen jelentkeznek nálam, és bizony a férfiaknál azért alattomosabb ez az egész dolog, mert hogy náluk ugye nem lehet egy menstruáció leállásához kötni. Sőt, egy 45 éves férfinek a hormonprofilja akár olyan lehet, mint egy 70 évesnek. A férfiaknak a hormonváltozásai azok nagyon összefüggenek a stresszel, ami azért minden nap érint bennünket, és ennek megfelelően csökkenhet a férfi hormonszint, aminek az is a velejárója, hogy depressziósabb, energiátlanabb lesz a férfi, és ugye jó magyar szokás szerint akkor iszunk egy kis pálinkát, és ez még elindítja a mélyrepülést. Tehát én ezért is gondoltam, hogy a férfiakhoz is szólunk, vagy szólok, mert ezt máshogy is lehet. Mennyire beszélünk manapság erről a problémáról? Mennyire hétköznapi téma lehet például hölgyek között? Én úgy gondolom, hogy tabu téma, ezért is örültem a megkeresésednek, mert nem beszélhetünk róla. Nem beszélhetünk róla, a kezelésekről végképp nem beszélhetünk, hormonokról egyáltalán nem. Tehát ez úgy néz ki például reklámban is, hogy hüvelyszárasság, jaj, hormont, azt nem. De ez így nincsen jól, mert meg kell beszélni az orvossal, és utána a kockázatokat, előnyöket megbeszélve, kell az illetőnek a felelős döntést meghoznia. Tehát ez önmagában nem üdvözlendő dolog, hogy nem beszélhetünk róla. Beszéljünk mindenről, és a kezelési módokról is. És ugye van egy irányzat, amit úgy hívunk, hogy ageism, hogy ahogy öregszünk, az úgy, akkor azt már le is írjuk. De ennek megvan a maga hátulütője, és megvannak a vadhajtásai is. Tehát a 70 éves miniszoknyás nő, ezek a dolgok, ezt nem szeretnénk elérni, ezeket a, hogy hívják ezt, antik bakfis kinézetet. De mi nem is erre törekszünk, mi arra törekszünk, hogy amíg élünk, addig tudjunk mozogni, addig élvezzük az életet, és a családunk is élvezze, hogy létezünk, nem boszorkányként létezünk. Talán azért nem beszélünk róla, mert a nők ezt szégyellik, negatív érzésként élik meg szerinted? Vagy azért, ahogy halad a világ, próbálnak azonosulni ezzel a problémával, hogy igenis mindenkit elér az öregedés? Én azt gondolom, hogy igen, tehát félünk attól, hogy leírnak bennünket. A szépség az még mindig egy olyan érték, amit meg kell tartanunk, csak nagyon nehéz kifejezni önmagunkat 50 évesen, hogyan legyen az ember 50 évesen szép és hiteles, 60 évesen szép és hiteles, mennyibe kavarodik ebbe bele a szexualitás, a szexuális vonzerő. Azért is nehéz nekünk, mert hogyha belegondolsz, akkor ott vannak a népviseletek, amikor a fiatal lány így nézett ki, a menyecske így nézett ki, a férjes asszony így, és az öreg asszony pedig így. Azt a ruhát kellett fölvenned, és nem volt appelláta. Bár én szereztem egy verses kötetet, ahol a szabályokat be nem tartó nők csúfolására kitalált versekről van szó. Tehát ez mindig élt, és azt gondolom, hogy azt, hogy most hogy fejezed ki magad, változó kor környékén és utána, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Talán lehet, hogy láttad is azt a filmet, azt hiszem, hogy Younger neki a címe, ahol egy 41-2 éves nő sehogy nem kap munkát, eddig otthon volt a gyerekekkel, és csak úgy tud munkát kapni, hogyha
vékony alkat, átszázza magát 20 éves gyakornoknak. És ez egy élő probléma. Tehát mulatságos a film, de nagyon át kell gondolnunk. Hogyan éljük meg, vagy éljék meg a nők, azok, akik ebbe a korba kerülnek, ezeket a változásokat, hogyan lehet ezt feldolgozni? Ugye egyfajta bibliaként forgathatják most már ezt a változó könyvet, és szembesülhetnek azokkal a dolgokkal, amelyek elérik őket. Sokan azért még mindig homokba dugják a fejüket. Ez azért is így van, mert nem beszélünk róla. Itt van például a változó korban sok nőnél jelentkező vérzészavar. Ez olyan nagy probléma, hogy a munkájától is elköszönhet az, aki túlságosan gyakran viszel a mentő a nagy mennyiségű vérzés miatt, vagy ugye táppénzre kell mennie. Ennek ellenére nagyon kevés orvosi segítséget kap, hiszen miután megállapítottuk, mi orvosok, hogy ott nincsen rossz indulatúság, itt be lehetne állítani támogatásra, nem fogamzásgátlóra, hanem hogy minden hónapban rendszeres legyen a vérzés és kiszámítható. Ez annyira fontos, hogy ne legyen valaki manapság munkanélkül, és ez annyira hozzájárul, hogy ezt én mindenképpen bele akartam írni a könyvbe, hogy tudjunk róla, mert ez egy alapvető segítség. Merre fele megy a világ, a tudomány, a kutatások ezen a területen? Nagyon érdekes ez a kérdés, mert most azt is feszegetik, hogy vajon, hogyha ösztrogént adunk, tűzőhormont, hormonpótlást, az milyen, mennyire okozhat rákos elváltozást, mert ezt egyre inkább azt mondják, hogy kevéssé. Az alapbetegségeket is. Itt van például a csontritkulás. A csontritkulás megelőzése alapvető. Volt egy ikerpár páciensem, vagyis az egyik volt a páciensem, 41 néhány éves korában rossz volt a csontja, és jöttek is a hőhullámok, és ő elkezdett hormonpótlást szedni, mivel, nem, mert a családban azért elég sok csontritkulásos volt, a testvére orvosként azt mondta, hogy ő semmiképpen sem. Most ők 64 évesek, és aki szedett megelőzésképpen hormont, ő mint a jegenye fa, egyenes a gerince, a testvére az pedig a csontritkulás miatt bottal jár, és ők egyforma ikrek. Tehát most ilyenkor azért ezt lehet látni, hogy most gondoljuk végig, tehát nem csak így becsukjuk a szemünket, és jaj, én nem szedek semmit, legfeljebb kamillatát iszok, ez nem biztos, hogy elég az egészséghez. Hogyan forgassuk, hogyan használjuk ezt a könyvet, mit ajánlasz a nézőknek? Én azt gondolom, hogy a történeteket érdemes elolvasni, és ahol magunkra ismerünk, azt feltétlenül olvassuk el. Én nagyon nagyon bízom abban, hogy tudunk egymásnak segíteni, mi nők, mi férfiak, nőknek, stb. A tudásunkkal. Tehát amikor a szomszédasszony panaszkodik, és lehet, hogy depressziós vagy valami, akkor hogyha egyrészt ott vagyunk és meghallgatjuk, másrészt kicsit kapizsgáljuk, hogy mi lehet a dolgok mögött, akkor tudunk segítőkezet nyújtani, elkísérni egy rendelésre, utána nézni, hogy mégis ki az, aki foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Mert én egyébként az általános iskolában és a középiskolában is a fölvilágosító órákon is ezt szoktam hangsúlyozni, hogy azért is akarom átadni a tudást, hogy te segíteni tudjál a másiknak, amikor bajban van. Nem feltétlen az orvos az első, a frontember, hanem lehet, hogy az, aki olvasott egy ilyen könyvet. Gabi, nagyon szépen köszönjük, hogy megírtad ezt a könyvet minden szentesi férfi és nő nevében. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ezzel napi aktuál rovatunk végére értünk. A reklámok után már közéleti magazinunkkal várjuk vissza önöket. Tartsanak velünk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Otthon vagyok, én a földön. Boldogság, új vált a nap, csillagok között.
és felfedező útra itthon. Egy igazi játékbolt mindenki örömére. Kültéri játékok, bébi játékok, tanulássegítő, társas és építő játékok, szépséges babák, fejlesztő játékok, szerep és sporti játékok minden korosztály részére. Nézz körül, hiszen felnőttek számára is tartogatunk meglepetést. Mindenkit szeretettel várunk, Szentesen a Petőfi utca 3 szám alatt a Palincs játékboltunkban. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Van, hogy a tarifacsomagod már nem az igazi? Engedd el és válts valami jobbra! Választ most a Vodafont, és 2000 forint havidíj kedvezményt kapsz az első 6 hónapban minden RED és jogosult GO csomaghoz. Together we can. Vodafone. Húz a szíve, visz a lába, árkon bokron, hegyen völgyön. Nem számít, merre járok, otthon vagyok, én a földön. Boldogság, mert váltalan, csillagok között láttalan, bármere is visz a szél, s otthon mindig elkísér. Indulj te is felfedező útra itthon! Március 22-e, 17 óra, Szentesi Szalon művészfészek a vendég, Nagy Péter Gabriella festő és Bajnóci Zsuzsi. Szintén festő, ez egy különleges alkalom lesz, mert hogy kiállítás megnyitót is tartunk az ő alkotásaikból. Regisztrálni a honlapunkon lehet, illetve a jegyirodánkban. Jó olyan helyen élni, ahol ismernek és vigyázunk a másikra. Ahol számíthatunk egymásra, és együtt új dolgokat építhetünk. A Magyar Falu Program támogatásainak és fejlesztéseinek köszönhetően a családokért és a közösségekért fejlődnek a kis települések. Találjon otthonra ön is a magyar vidéken! A részletekért látogasson el a magyarfaluprogram.hu/pályazat/falusi-csok oldalra. Készült Magyarország kormánya megrendelésére. Mi lesz az első a villanyóra átírás? Oké, sziasztok! Sietek haza! Puszi! A beköltözés nem egy pillanat, hanem egy folyamat. Néha csak az akadályokat látjuk magunk előtt, amik elvonják az időt az igazán lényeges dolgoktól. Pedig a beköltözés nem csak feladatokból áll. Végül minden a helyére kerül, és úgy érezzük, mintha mindig is itt lettünk volna otthon. Ezt? Ennyi idő alatt?
Új adatai bejelentését és közművei átírását intézze online az e-bejelentővel, vagy akár a kormányablakokban is. e-bejelentő.gov.hu. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával. Ez már a Szentes Televízió közéleti magazinja a tartalomból. Dajcs Tamás, európai parlamenti képviselő tartott sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági fórumot március 16-án szerdán a Petőfi Caféban. Sziklay Sándornak nyílt kiállítása a Tokácsi Galériában 8 évtized tanúja címmel március 3-án. A Szentesi Művelődési Központ kézi munka szakköre a Szentesi Városi Könyvtárban a pandémia alatt született kézi munkákból kiállítást rendezett. A járvány alatt derült ki a Csongrádi Batthyány gimnáziumban, hogy a több mint 100 éves épület vizes blokkja födém szerkezete életveszélyes állapotba került, ezt újították fel. Lássuk a részleteket! Dajcs Tamás, az Európai Parlament képviselője látogatott el március 16-án Szentesre a szecessziós házba, és tartott egy közös sajtótájékoztatót Farkas Sándor miniszterhelyettessel, majd aktuális témákban tartott lakossági fórumot az érdeklődőknek. Tisztelettel köszöntöm a mai sajtótájékoztatón megjelent sajtóképviselőket, és külön köszöntöm Dajcs Tamás európai parlamenti képviselő urat, aki ismét Szentesre látogatott a választókörzetbe. Ma egy, mondhatnám, egy tartalmas délutánon vagyunk túl, és remélhetőleg ilyen tartalmas kora estén is fogunk a ide látogatókkal találkozni. A látogatás célja és képviselő úrnak a Szentesen töltött ideje programja az jelentős részben arról szól, hogy szeretnénk megerősíteni, szeretném, hogyha ő is elmondaná azokat a gondolatokat, amelyek a brüsszeli politika béke szempontjából mennyire fontos most számunkra, mit tudnak Brüsszelben, mint képviselők segíteni a magyar emberek biztonságán és a békének a megteremtésében. Ugye nekünk a legfontosabb, hogy béke legyen Magyarországon, és ebből a háborúból úgymond kimaradjunk, amennyire csak lehet. Ez foglalkoztatja a mai embereket, a mai magyar társadalmat, így Szentesen is. Igaz, tegnap ugye együtt voltunk a békemenet hosszú sorai között, de mégis szükséges, hogyha élő, közvetlen lehetőséget tudunk biztosítani az ide látogató és érdeklődők számára egy európai parlamenti képviselővel. Azt azért elmondhatom önöknek nyugodt szívvel, hogy többször járt Dajcs Tamás Szentesen, nagyon sokat, sokszor találkoztunk már, és én külön örülök, hogy itt van velünk, és együtt lehetünk ma. És kérlek, Tamás, hogyha lehet, akkor egy pár szóba a ma esti néhány gondolatból emeljék egy pár gondolatot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak is, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, ha megengedik, három dolgot szeretnék röviden elmondani. Az első és a legfontosabb, hogy ezekben a napokban, amikor a április 3-ai parlamenti választást megelőzően az ország 100 és 100 pontján veszünk részt olyan rendezvényeken, amely rendezvények módot és lehetőséget teremtenek arra, hogy beszélgessünk a polgárokkal, hogy elmondjuk, hogy mit gondolunk az előttünk álló esztendők közös feladatairól. Külön öröm számomra, hogy régi bajtársam és barátom választókörzetébe is meghívást kaptam, úgyhogy nagyon örülök, hogy Sándor meghívására ma itt lehetek Szentesen. És valahogy azt látom az elmúlt 6-8-10 esztendő magyar politikájából, hogy az a rendszerváltoztatás idején még fontos kortes gondolat kiveszett ezekből a rendezvényekből, hogy bizony szót emeltünk azért, hogy miért fontos, miért érdemes, hogy egyik, másik, harmadik, negyedik egyéni jelölt közül valakire szavazzanak, valaki támogassanak az ott élők. Ha megengedik, én élek az alkalommal, és hadd mondjam azt el, hogy az elmúlt immár több évtizedben olyan képviselőnek, Szentes városának a szűkebb, tágabb csongrádi régió olyan képviselőjének ismertem meg, Farkas Sándort, aki mindig a lehető leghatározottabban, legkeményebben, legkövetkezetesebben állt ki a parlamenti vitákban és döntéseknél,
az itt élők érdeke mellett. Egy olyan szövetség, egy olyan együttműködés jött létre Sándor és a szentesiek, szentesiek és Sándor között, amely együttműködésnek megvoltak és megvannak a gyümölcsei. Én arra bíztatok mindenkit, hogyha biztos kerek kezekben szeretnék tudni a választókerület mandátumát, akkor április 3-án Farkas Sándorra szavazzanak. Persze ne feledkezzenek meg a Fidesz és a KDNP listájáról sem. Másodikként valóban az a helyzet, hogy az elmúlt hetek eseményei kapcsán, amikor is a szomszédos országban, Ukrajnában az orosz agresszió következtében háború robbant ki, akkor bizony ez az a kérdés, téma, ami leginkább a magyar polgárokat is érinti. Nem elcsépelt az a gondolat, hogy sajnos a veszélyek korát éljük, alig vagyunk túl, ha egyáltalán túl vagyunk, bár éppen most kedvező időszakot élünk meg, egy az egész világot érintő járványon, ennek súlyos egészségügyi, gazdasági következményén. Azt megelőző évek bizony nem szűkölködtek abból a szempontból, hogy milyen természeti katasztrófákkal kellett kis hazánknak szembenéznie, és most pedig egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a szomszédos országban háború dúl. Ebben a helyzetben a jó akaratú magyar emberek között párthovatartozásra való tekintet nélkül egy nagyon széleskörű egyetértés alakult ki. Az a legfontosabb feladat, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát. Szomorú azt tapasztalni, hogy ebből az együttműködésből, ebből az összefogásból a magyar baloldal politikai vezetői kilógnak. Ők olyan felelőtlen nyilatkozatokat tesznek nap-nap után, amely felelőtlen nyilatkozat azzal a veszéllyel bír, hogy Magyarország belesodródhat ebbe a háborús konfliktusba. Olyan eszmefuttatásokat fogalmaznak meg, hogy magyar katonáknak kéne a fegyveres konfliktusban részt venni, Magyarországnak fegyvert kéne szállítani, olyan teóriákról elmélkednek a széles nyilvánosság előtt, hogy az Oroszországgal szembeni gazdasági szankcióknak az energiaellátás területére is ki kéne terjedni, ami bizony azzal járna, hogy a magyar családok lennének kénytelenek megfizetni ennek a háborúnak az árát. Mi, a magyar polgárok elsőprő többségének, jóval több mint 90%-ának a véleményével egyetértve azon az állásponton vagyunk, hogy Magyarországnak ki kell maradni ebből a háborús konfliktusból, és nem lehet, hogy a magyar családok fizessék meg az ukrajnai háborús konfliktusnak az árát. Úgyhogy a biztonság és a béke fenntartása a felelős döntéshozattal, a higgadt, alapos mérlegelésekre építő döntések időszaka az, amit éljük. És végül, de nem utolsó sorban, harmadikként egy kicsit az európai politikáról, ugye Sándor az agrártárca miniszter helyettese egyébként civil foglalkozását tekintve is a gazdavilág, a kis, közepes és nagy gazdák világának a jó ismerője, kiváló szakember. Engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy egyrészt Magyarország nagy sikert ért el az előttünk álló évek agrártámogatási rendszeréről szóló késhegyig menő vitában az Európai Unióban. Bizony megint egymásnak feszültek az erők. Egyik oldalon az a vélemény, hogy radikálisan szűkíteni kell az agrártámogatásokat, a másik oldalon pedig Európai Uniós tagországi szövetségeseinkkel együtt azon az állásponton voltunk, hogy az agrárvilág az bizony jövő időt jelent minden európai nyelvben, az agrár támogatások rendjét, annak a nagyságrendjét meg kell őrizni. Mi jártunk sikerrel, ez lett a közös döntés, és ebben meghatározó volt Magyarország, a magyar kormány, a magyar agrárminisztériumnak a szerepe. Biztosak a magyar agrárfejlesztésnek az Európai Uniós támogatási források tekintetében a feltételei az előttünk álló években. Arról sem szabad elfelejtkezni, és nem kár örvende, hanem szomorúan mondom, hogy a magyar baloldal az európai politikában mindent megtett, hogy minél kevesebb legyen a Magyarországnak jutó agrártámogatás. Ebben az éles vitában ők a magyar érdekekkel szemben a másik oldalon álltak, azon az állásponton, amely álláspont az agrártámogatások rendjének, nagyságrendjének a szűkítését akarta elérni az előttünk álló
több mint fél évtizedben egyetlen egy olyan parlamenti felszólás, egyetlen egy olyan módosító javaslat, ami segítette volna a magyar gazdáknak az életét, na ilyen nem született a magyar baloldal európai parlamenti képviselői részéről. Olyan felszólások, olyan állásfoglalások, olyan szavazatok, amelyek európai támogatásokat vettek volna el, ha többségi álláspontá váltak volna, na ez bizony jellemezte a magyar baloldalt. Úgyhogy a mezőgazdaságból élők szép számmal lakják ezt a vidéket, bizony itt a családok egzisztenciális biztonsága is a magyar agrárgazdaság sikerén múlik. Mindenki a saját családja biztonsága szempontjából is mérlegelheti, hogy a veszélyekkel terhes világban egy olyan a magyar agrárium számára biztos elképzeléseket megfogalmazó politikai erőt és politikust támogat, aki a saját családja jövője szempontjából is a biztonságot garantálja, vagy olyan felelőtlen állásponton lévőket, akik, hogyha többségre jutottak volna, mint ahogy ez nem sikerült nekik, akkor ez bizony nagyon súlyos, negatív következményekkel járt volna az egész magyar agrárgazdaság szempontjából. Csongrád megye díszpolgáraként milyen érzés újra itt lenni a megyében, illetve Szentesen? Tűnjék bár kicsit elcsépeltnek az, amit mondok, de hát az az érzés tölti az embernek a szívét, hogy részben hazatért, hiszen valóban az a megtiszteltetés ért évekkel ezelőtt, hogy a megye díszpolgára lehettem. Talán jó tanuló, jó sportoló kitüntetés még középiskolás koromban az volt az utolsó egészen eddig a elismerésig, úgyhogy nem mondhatnám, hogy a számtalan kitüntetésem között alig jut eszembe, amikor fel kell sorolnom ezeket az elismeréseket. Nagyon-nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt, különösen a korábbi, majd azt követő díszpolgárokat is ismerve, hogy a megyéért, immár Csongrád, Csanád megyéért az európai politikában folytatott érdekképviseletemet ezzel a díjjal ismerték el. Hogy látja a térséget, itt a Csongrád-Csanád megyét, akár gazdaságilag, turisztikailag, akár a sport területén, hol áll most a megye? Ugye tágabb régióról szoktak beszélni, Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megye régiójáról. Országos összevetésben a szerényebb gazdasági teljesítményt nyújtó, a szerényebb életkörülményeket biztosító régiók sorába tartozik ez a dél-magyarországi régió, pedig fantasztikus lehetőségek, potenciál van a térségben. Én azt gondolom, hogy a megye, Csongrád-Csanád megye egyik kiváló politikusa, Lázár János országgyűlési képviselő úr nem véletlenül fogalmazta meg azt a szívemből jövő jelmondatot, elgondolást, programjának elképzelésének a szíve közepét, hogy most a magyar vidék jön. Olyan fejlesztési időszaknak kell következni Magyarország életében, amikor nem csak azzal a komoly büszkeségre okot adó eredménnyel rendelkezünk, hogy immár az Európai Unió átlagos fejlettségét 30-40%-kal haladja meg a magyar főváros, a nemzet fővárosának a fejlettsége, hanem ennek a szintnek nem hogy a megtartásával, hanem a lépésről lépésre történő további emelésével a magyar vidék valamennyi régiója, az ország összes megyéje, összebb kisebb térsége azon vidékéhez kell, hogy tartozzon Magyarországnak, amely vidék az előttünk álló fél évtizedben nem egyszerűen megközelíti, hanem eléri legalább az Európai Unió átlagos fejlettségét. Ez egy nagyon komoly program. Ez az odafigyelésben, az anyagi erőforrások biztosításában, a beruházásokban, a munkahelyteremtésben, az infrastruktúrában, útépítésben, vasútfejlesztésekben, tramtrénre elég, ha utal az ember, ami tovább fog épülni, mind-mind azt jelenti, hogy a vidéki nagyvárosaink, középvárosaink, kisvárosaink, a magyar falvak, a legkisebbektől a nagyközségi méretű településekig mind-mind olyan lehetőséget kapnak, amely lehetőséggel hitem szerint jól fognak élni, sáfárkodni, és az egész ország
ugrásszerű fejlődéséhez fog vezetni. Hogy azt tudom mondani, hogy persze vannak közös sikerei Csongrád, Csanád megyének, a megyén belüli kisebb térségeknek, a dél-magyarországi régiónak, de talán az igazi sikeres időszak az előttünk álló fél-egy évtized lesz. Milyen témákat fog érinteni most a lakossági fórum, vagy milyen témákat szeretne érinteni itt a lakossággal? Sokféle témát szeretnék érinteni, de mégis a legfontosabb témát az élet hozta, és ez egy szomorú aggodalomra, félelemre, aggályra okot adó ügy, téma, ez pedig az, hogy a szomszédos országban, Ukrajnában háború dúl. Hetekben mérhető már az időszak, és a végét senki nem látja. Persze bízunk minden nap a tudósításokba, van-e tárgyalás a háborúzó felek között, ezek a tárgyalások folytatódnak, eredményre vezetnek-e. A magyar diplomácia is aktív, az Európai Uniós diplomácia is aktív, de egy biztos, hogy ma, amikor sok más szempontból is az éppen talán elmúló félben lévő járvány, a gazdasági nehézség okán a veszélyek korát éljük, ebben egy új, mindáig csak olyan elméletként létező, biztos azt elkerüljük, veszélyé vált valóság, ez pedig a háborúban testet öltő veszély. Az a legfontosabb feladat, hogy Magyarországon megőrizzük a békét és a biztonságot, Magyarország semmilyen körülmények között ne sodródjon bele ebbe a háborús konfliktusba. Nem könnyű ez a feladat, hiszen megint azzal találkozhatunk, hogy elképesztő az a felelőtlenség, ami a magyar baloldalt jellemzi, ahogy egy kiváló kollégám Dömötör Csaba fogalmazott. Azok a kijelentések, amelyek békeidőben a magyar baloldal részéről, mondjuk, ha súlyosabb kijelentésekre gondolunk, akkor vérlázítóak, de ezek a kijelentések egy háború időszakában már egyenesen életveszélyesek. Na most ezekből az életveszélyes kijelentésekből nem kevés akadt. Magyar katonák vegyenek részt ebbe a fegyveres konfliktusba. Magyarország magyar fegyvereket szállítson ebbe a háborúba. Magyarország legyen az élharcosa annak, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók, azok terjedjenek ki az energiaellátásra, ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy megáll, felborul Magyarország energia biztonsága, megáll az energiaellátás a háztartásokban, az intézményekben, a kórházakban, az állami intézményekben, a magyar gazdaságban. Ezek a felelőtlen kijelentések, ezek komoly veszélyt jelentenek. Ezzel szemben, hogy a miniszterelnök úr fogalmazott, stratégiai nyugalomra van szükség, megfontolt igaz döntéseket kell hozni. Magyarországon nemre, vallásra, politikai meggyőződésre való tekintet nélkül magyar polgárok 96-78%-a egyetért abban, hogy Magyarország maradjon ki ebből a háborúból, Magyarországon őrizzük meg a békét és a biztonságot. Minden közéleti döntésnek ezt kell szolgálnia. Ennek az együttműködésnek nem részese a magyar baloldal, ők felelőtlen, hebehúrja, össze-vissza beszéd keretében kockázatos, egyenesen életveszélyes kijelentéseket tesznek. Az április 3-ai választásnak ez is tétje. Olyanok kerülnek a kormányrúdhoz, akik a tapasztalatlanságuk, a hebehúrgyaságuk okán akár Magyarország háborúba sodródását is kockára teszik, vagy pedig higgadt, megfontolt, tapasztalt vezetők maradnak-e a kormányrúdnál, és Magyarország ki tud maradni ebből a háborúból, Magyarország sokat tud tenni a béke helyreállításáért, Magyarország továbbra is törődve fogadja a háború elől menekülőket. Egy szó mint száz, a béke és a biztonság országa maradunk-e. 8 évtized tanúja címmel nyílt meg a Tokárcs Galériában Sziklay Sándor, Csongrád Csanád megye alkotóíjas festőművész kiállítása. A tárlatot dr. Horváth György gyógyszerész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Sziklay Sándor a 60-as években kezdett festeni, felmenői közül többen is festettek. Érdekesség, hogy munkáit számozza. Mára több mint 100 képe került külföldre, de mindig azt vallja, hogy tanulja a festészetet. Pedig 2007 óta ő vezeti a Paletta alkotókört, számos tanítványa került ki a Sziklay Szabadiskolából. A kiállítás április 2-ig tekinthető meg. A
Csongrád megye alkotódíjával kitüntetett Sziklay Sándornak egy újabb kiállítása nyílik most. 8 évtized munkáját mutatja be. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk ehhez a kiállításhoz, és örülünk, hogy ilyen jó egészségben van itt velünk. Nem 8 évtized munkái vannak itt, csak 8 évtized élményei jelentek meg a festményeimen, mert 8 évtizeddel ezelőtt én még gyerek voltam. Igazából nem akartam festő lenni. Festőművész volt a nagyapám, festőművész volt az egyik unokatestvérem, az anyai nagyapám festőművész volt, apai unokatestvérem festőművész volt, aki első mesterem volt, tőle nagyon sokat tanultam, és hát én ott körülöttük lábatlankodtam, ellestem a szakmai fogásokat, és úgy magam szórakoztatására festegettem, és 1960-61-ben, amikor úgy éreztem, hát ennek is most már több mint 60 éve, amikor úgy éreztem, hogy az egyik képem a semmi és a valami határán, a valamihez van közelebb, mint a semmihez, akkor arra ráírtam, hogy egy. És azóta is számozom a képeimet. 2761-nél járok, de ebből körülbelül 300 darabot megsemmisítettem a már besorszámozott képekből, és ez nem mind festmény, ebből van, vagy 900 grafika, úgyhogy gyakorlatilag egy bő 1500 festményem van, ami létezik, és hát ennek körülbelül 10%, egy olyan jó 150 kép van külföldi tulajdonban, ahogy meghívón, meg itt ott olvasható volt az Egyesült Államokban, Kanadában, Izraelben, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, és még sok-sok más országban, 24 országban vannak végleges helyükön a képeim. Ami az egyes sorszámot kapta, az egészen érdekes módon, és ezzel más lehet, hogy nem dicsekedne, az egy kocsmai, ilyen állópultos, könyöklős festmény volt, az ott lévő embereket festettem meg. Ott skicceltem magamnak egy vázlatot, ceruzával, vagy golyóstollal, vagy bármivel. Igen, akkor már volt golyóstoll. Igen, mert azt különben az 50-es évek közepén találták fel a golyóstollat. Igen, szóval úgy skicceltem magamnak egy valamit, és aztán azt otthon megfestettem olajfestékkel. Nagyon vastag karton papírra, tehát egy furnérlemez vastagságú kartonpapírra festettem meg. Viszonylag kis méretben ez volt az egyes. Mit szóltak a felmenők ehhez a munkához, hogyan emlékszik vissza, gondolom ők voltak azért az egyik kritikusok közül a legnagyobbak. A felmenők közül a nagyapám már nem élt, ő már akkor javában nem élt szegény, ő aránylag fiatalon meghalt még az én születésem előtt, úgyhogy neki csak a munkáiból tanulhattam. Viszont a legjobb kritikusaim, azok a mindenkori házastársaim, meg később a gyermekeim voltak, ők voltak a legszigorúbb kritikusaim, meg úgy gondolom, hogy talán én magam. Hogy a témák hogyan alakultak, elég körülnézni, itt elég sokféle vegyes dolog van. Azt szokták mondani, hogy egy festő mire megöregszik, akkorra kialakul a saját témaköre, kialakul a saját színvilága, kialakul a saját stílusvilága. Na most én vagy 30 éves koromra megöregedtem, vagy valami más csoda történt velem, nem tudom. Nem feltétlenül előnyömre mondom, de akkorra volt fix stílusom, fix színvilágom, téma szempontjából is egy viszonylag szűkebb kör. Aztán úgy később elkezdtem lazítani, és főleg 60 éves koromtól kezdve nagyon-nagyon sokféle témához hozzányúlok, az absztrakttól kezdve a fotó, realista képekig, sok minden stílushoz, sok minden témához hozzányúlok, portréktól kezdve, alakos képekig. Rengeteg tájképet festettem, és most abból itt keveset van. A paletta alkotókör úgy jött létre 2007-ben, úgy jött létre a paletta alkotókör, hogy itt Szentesen élő és dolgozó festők egy csoportja összeállt, és megkérdezték, hogy hajlandó volnék-e a vezetőjük lenni és tanítani őket. Mondtam, hogy attól függ, hogy kik vannak abban a körben. Négyen voltak benne, Kispálné Fejes Erzsébet, dr. Apró Ferencné Ilike, Nagy Imre, és már nincs Szentesen egy hölgy, aki a negyedik tagja volt ennek a csoportnak. Azt mondtam, rábólintottam, hogy így mehet, ez a csapat mehet.
Aztán később csatlakoztak a körhöz egyre többen, viszonylag nagy volt a fluktuáció is, tehát többen jöttek és kimaradtak, többen jöttek és maradtak, és hát a Paletta Alkotókör ma is létezik, csak a Covid miatt, nem fizikai értelemben a Covid miatt nem működik. Itt vezetek egy szabadiskolát, a szabadiskolában olyan tanítványaim vannak, akik az én műtermemben húzták az első ecsetvonást. Az első irányított ecsetvonást. És hát azóta festők lettek, különböző kiállítási és egyéb sikereket értek el már azóta ők is. Hogyan jellemezni a saját stílusát? Úgy, hogy nekem még nincs stílusom. Fiatalabb koromban volt stílusom. Most ha szétnézünk a képeim között, szinte ahány kép annyi stílus. És ha nagyon büszkélkedni akarnék, akkor azt mondanám, hogy én ilyet is tudok, meg ilyet is tudok, meg ilyet is tudok. Ha nagyon szerény akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez a vén ember még mindig keresi, hogy kellene festeni. A Szentesi Művelődési Központ kézi munka szakköre a Szentes Városi Könyvtárban a pandémia alatt született kézi munkákból kiállítást rendezett. A kiállítást Almási Jánosné a szakkör új vezetője nyitotta meg, és emlékezett meg elődjéről. A kiállításon 26 kiállító mutatta be alkotásait. A kézi munkák számos technikával készültek. A dísz és használati tárgyakat a könyvtár kiállító termében láthatják a látogatók nyitvatartási időben. Művelődési Központ kézi munka szakkörének munkáit tekinthetjük meg. Ez már a 11. alkalom, hogy vendégül láthatjuk itt ezeket az ügyeskező hölgyeket, és bemutatják a mindig valamilyen aktualitás köré összegyűjtött munkáikat. Ez az aktualitás most az elmúlt két év aktualitása, a koronavírus idején keletkezett, a pandémia idején keletkezett munkákat tekinthetjük most meg. Városunkban immár 42. éve működő Szentesi Művelődési Központ kézi munkaszakörének kiállítását láthatják. Többnyire nyugdíjas, fürgeújú, ügyeskező asszonyos közössége ez, akiknél a hobbi mindennapi tevékenység lett, nem csak a szépség, az alkotás iránti vágy sarkalta őket, hanem az értékteremtés is. Az ősi díszítő művészet óvása, életben tartása. Hiszen Mórusz Tamás szavaival a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. A magyar népi alkotások kincsei közül főleg a varrottasok gyökereihez visszanyúlva tevékenykedünk. A hímzés terén ma már inkább a lakástextilek díszítése működik a gyakorlatban, a párnákon, terítőkön, az ősi minta és a színvilágon túl mostanság a tájegységi viseletek tipikus motívumai, gazdag színei is megjelennek. Számtalan díszítő öltéstechnika, különböző alapanyag használhat figyelhető meg, akár egy-egy tájegység népi kultúráján belül is. Ha szétnéznek majd a kiállítóteremben, bőven találhatunk erre példát. Vannak, akik most vállalkoztak erre, hogy ami készült, azokból elhoznak egy pár darabot. Hát elsősorban a hímzés az, ami dominál a tagok között. A különböző tájegységeknek a hímzés technikái színvilága látható a terítőkön, a párnákon.
elsősorban inkább a lakástextilek készítésével foglalkoznak. A fehér hímzések inkább az alföldi hímzésre jellemzők, úgyhogy nagyon sokan hímeznek fehér tehérítőket is. És a képek, amik a goblein, a új technika, a gyémántszemes technika, ami egy keresztszemes hímzéshez hasonlít, de közben meg nem, az teljesen más. Meg a modern technikák, amiket itt többen alkalmaznak már, a szalagból készült díszítő tárgyak, képek. Vannak nagyon sokrétű emberek, akik a kötéstől, a horgolástól, a hímzéstől kezdve mindenben gyakorlottak. Itt a tavaszvárás, ugye, ami sokukban már dominált, és most az utóbbi időszakban már erre készülnek. Nyuszikák készültek, tojások a húsvétra készülődve. És ezek is egy érdekes technikák, amit szerintem most próbálnak és tanultak meg. A mai címe a kiállításnak, hogy a pandémia alkotásai, ezek akkor születtek, vagy? Hát ez a kettő akkor, de ez már hamarabb, még akkor élénkkel volt. Azok akkor, még van, ami otthon van, azt még nem is hoztam el, még van olyan, hogy százszor szép, azt sem hoztam, az akkor lett. De itt van mellettünk, látszik, egy háromszögre hajtott terítő, mi ez? Ez ilyen békési hímzés. Úgy kaptam, Irénke mondta, hogy én azt meg tudom csinálni, és mégis csináltam, és akkor azt mondták, jó lett. Gyakorlatilag ugye mások a színek, nem? Mint amik. Szártottam, főleg ilyen zöld árnyalatok, lila, fehér, ezek mennek jobban. És nem fehér alapon van, vagy ez véletlen? Kimondottan ilyen homok színen, meg ilyen tört, barnás színeken. És csak terítők, vagy mik készülnek még ilyen mintát? És van párnaha, és bármi, amit lehet. Mi az, amit legjobban szeretsz csinálni? Én legjobban? Hát azt a fehér hímzést. Az ember ugye a színekre nagyon érzékeny, és főleg aki kézi munkázik, hogyan válogatod ki a színeket? Vagy ezek standard adott színek? Nem adott, ezek nem adottak. Ami ilyen tájjellegű, azok adottak azért, mert de a kalocsa is úgy szép, minél több szín, hogy nyíljonak, mint a virág. Hány öltés van benne? Azt nem tudom, rengeteg. Van egy, amit csináltam, egy lukottakos, ezért abban 900 valamennyi volt. És ez hány nap? Hát sok. Ez nincs időhön kötve, mikor mennyit érünk rá csinálni. Fél év, év, 3-4 hónap, attól függ, mikor mennyi idő alatt van kész. Még mennyi időt szán az ember rá. A járvány alatt derült ki a Csongrádi Batthyány János gimnáziumban, hogy a több mint 100 éves épület vizes blokkja, födém szerkezete életveszélyes állapotba került, és a balesetek vagy egyéb rendkívüli események megelőzése érdekében le kellett zárni a mellékhelyiséget. A vizsgálatok során megállapították, hogy a födém szerkezet tartó elemei a vizes blokk környékén annyira elkorrodáltak, hogy azokat bontani és cserélni kell.
A Csongrádi Önkormányzat és a fenntartó Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közel 30 millió forintos támogatásával a javítás és felújítás 2 hónapon belül elkészült. Itt a Bacsányi Gimnáziumnak a félemeleti folyosóján, tehát az igazgatóirodából vezet át az új részbe, a Covid időszak alatt, tehát durván egy a másik 2 éve olyan jelek mutatkoztak, hogy komoly statikai problémák vannak a födémmel. Az az épületrész, ahol most állunk, ez az eredeti épületrész, tehát több mint 100 éves, és valószínűleg a fölötte helyezkedő mosdók vízutánpótlása miatt tehát a födénben levő vasgerendák gyakorlatilag szó szerint elporlattak. Tehát azonnal életveszélyes élet nyilvánítva az a rész, ahol egy ducóves lezárása került. A tankerület forrásainak biztosítása mellett és segítségével az elmúlt időszakban a hiba elhárítása került, a födém úgymond kicserélésre, megerősítésre, illetve a fölötte helyadó 2 mosdóhelyiség pedig ebből kifolyólag mi azt teljesen szét kellett verni felújításra. Én úgy gondolom, hogy ez a munka erre a részre mindenképp rászolgált. 2020. szeptemberében szembesültünk azzal, hogy a mosdó alatti folyosón a plafon leszakadt. Gyakorlatilag kiszáradt az állandó csöpögő víz, eltűnt, hiszen nem használták a gyermekek a mosdót, és hát elkezdtünk úgymond kutakodni, keresni és megbontani az épület ezen részén, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni, esetleg mi lehet a probléma, és akkor szembesültünk azzal, hogy mivel ez egy jóval több mint 100 éves épület, a vasgerende gyakorlatilag azon a területen eltűnt, nem találtuk. Ekkor természetesen azonnal lezártuk ezt az épületrészt, és hát elkezdtük a forrásokat keresni, és mind a fenntartó, mind pedig a helyi önkormányzat hathatós közreműködésével én azt gondolom, hogy egy igen rövid idő alatt sikerült megoldani ezt a problémát. Ez egy közel 30 milliós projekt volt, ha lehet így fogalmazni. Én nagyon büszke vagyok a vállalkozókra is, hiszen gyakorlatilag a felvonulás tehát a terület átvétele, az egy 2 hónap alatt elvégezték ezt a, én azt mondom, hogy kiváló minőségű munkát, és birtokba is vehettük ezt 1,5-2 hónappal ezelőtt. Azért ez nehezebb helyzet volt, mert műemlék jellegű épület, műemlék épületnek vagyunk a folyosóján, és itt ez a folyosó rész pont ez volt az egyik veszélyes hely, ahol a műemlékvédelmi felügyelőséggel is egyeztetni szükséges, ha bár nem olyan kimondott műemlék jellege van ennek az iskolának itt a belső térben, de akkor is ezeknek a szabályoknak meg kell felelni, és ebben a tankerülettel, az oktatási felügyelettel, az iskolával, az önkormányzattal együttműködve aránylag egy gyors döntés született, és a Covid helyzetből fakadóan pedig látták azt a itteniek, hogy talán ez az az alkalom, amikor a legkisebb terhelés mellett ezt a felújítást, ezt a kiváltást meg lehet oldani. Ez meg is történt, és ma, amikor itt az első vizes blokkot megnéztük, azt hiszem látható, hogy tényleg maximálisan fel lett újítva, ki lett javítva, nem fog beszakadni a mennyezet, tehát ez most így kívülről már ez szinte elképzelhetetlen, hogy milyen állapot volt, most pedig egy biztonságos állapotnak vagyunk a részesei. A tankerületnek a felügyeletével történt ennek a műveletnek a végrehajtása, és a tankerület ebben komoly forrást sikerült közösen a tankerülettel erre a célra idehozni, és ebből a külön forrásból tudtuk ezt a felújítást, vagy ezt a rehabilitációt, vagy helyreállítást elvégeztetni. Én azt hiszem, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire jó az, hogyha a tankerület, a városi vezetés, országgyűlési képviselő, iskolai igazgató együtt tudnak gondolkodni, együtt tudnak tenni gyorsan azért, hogy esetleg az ilyen felmerülő hibák kijavításra kerüljenek, illetve a forrást megszerezhessék, mert azon múlik, hogy a források milyen gyorsan jutnak ide. Én azt gondolom, hogy ebben is ez egy szerencsés, azt nem mondom, hogy a véletlenek összejátszása, mert véletlenek nincsenek, hanem eznek az együttműködésnek az eredménye az, hogy ilyen gyorsan elkészült. Azt külön meg szeretném köszönni a tankerületnek, hogy partnerezek be, hiszen nem csak itt, hanem Csongrád város által tulajdonolt többi iskolában, általános iskolákban is segítő, közreműködő
kazáncserétől kezdve, szintén a Széchenyi iskolába, szintén vizes blokkok felújításától kezdve, akár a Galli János iskolának, a zeneiskolának a elektromos hálózat korszerűsítéséig komoly 10 milliókat fordítottak az elmúlt időszakban a helyi és környékbeli diákok tanítatását segítő csongrádi általános és középiskolákba. Kedves nézőink, most pedig programajánlónk következik. Nézzük, hogy milyen programokat tudunk önöknek ajánlani. Március 19-én, szombaton délután 3 órától Szentesi körsétára kerül sor, ahol ezúttal Őze Lajosról hallhatunk előadást a Kosta József Múzeumban. Március 22-én este 5 órától Szentesi szalonhánvezésű programsorozat keretén belül Nagy Péter Gabriella és Bajnóci Zsuzsi festők látogatnak el Szentesre és nyitják meg kiállításukat. Szintén március 22-én este 6 órától kerül sor a Református Nagy Templomban a Bach mindenkinek programsorozat keretén belül egy nagyszabású koncertre. Március 23-ától lesz látható a Tóth József Színház és Vigadóban a gyermekbérletes előadás, amely ezúttal az Állatok Farsangja című bábműsor lesz a Békés Csabai Jókai Színház előadásában. Ezeket a programokat tudjuk önöknek ajánlani. Kedves nézőink, ezzel közéleti magazinunk a végéhez ért. Tartsanak velünk egy hét múlva csütörtökön is az újabb közéleti magazinunkkal. Legközelebb új műsorra pedig pénteken jelentkezünk 17 órától, tartsanak velünk akkor is. Addig is böngészék Facebook, illetve YouTube csatornánkat is egyaránt. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindenkinek szép napot, szép estét kívánok, viszontlátásra, és vigyázzanak magukra!